A stresszes kutya megnyugtatása sokszor igen csak embert kívánó feladat. Első és legfontosabb dolgunk az az, hogy mi ne essünk kétségbe. Mindenképpen maradjunk nyugodtak, mert a kutya érzékeli a mi hangulatunkat, és hogyha ha azt látja rajtunk, hogy mi is feszültek vagyunk, akkor neki is nehezebb megnyugodni. A stresszt primán oldja a mozgás. Ehhez lehet egy kicsit szaladgálni, vagy valamilyen olyan trükköt megtanítani a kiskutyámnak, amit élvezettel csinál, és mozognia kell közben, például forogjon, vagy ugorjon át a lábamon, stb. Oldja a kutyát, hogyha különböző stresszoldó jelzésekre rá dicsérünk, ilyenek például az ásítás, a nyújtózás, ha megrázza magát, hogyha ha ilyet tesz a kiskutyánk, akkor ezért dicsérjük meg. Amivel mindenképpen ártunk, az az, ha elkezdjük a pánikoló félő kutyát vigasztalni. Simogatjuk, magunkhoz húzzuk, nyugodj meg kiskutyám, nem lesz semmi baj, ezzel inkább erősítjük az adott viselkedést. Ők nem pont úgy működnek, mint mi, nekik ezt hiába magyarázzuk az értelmükre, ilyen eszközökkel nem tudunk hatni, viszont megerősítjük azt az adott stresszes viselkedést, amit csinál, ahelyett, hogy kioldanánk egyből, úgyhogy inkább a mozgást javaslom. Fontos az, hogy megfigyeljük, hogy mitől lesz stresszes a kiskutyám, és fokozatosan szoktassuk hozzá az adott ingerhez, az adott dologhoz. Például először csak távolról nézzük meg az ijesztő dolgot, és csak addig menjünk el, amíg még a kutyám kiegyensúlyozott, és nem kezd el feszülten viselkedni, ahol még jól érzi magát, ott dicsérjük, jutalomfalattal, dicsérettel, játékkal, és fokozatosan, lassan-lassan haladjunk egyre közelebb a stresszt kiváltó objektumhoz, illetve ha ez a zaj, akkor ott is a fokozatosan emelkedő hangerőre próbáljunk megtörekedni.